Süli János a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolnamegye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője. A bölcsőde átadóján arról beszélt a kormányzat eltökélt szándéka a gyerekvállalási kedv elősegítése, és az ehhez szükséges támogatások a jövőben is preferenciákat élveznek. Örömteli dolog, mikor családba gyerek érkezik, de a kormányzat részéről ez a támogatást is meg kell adni adókedvezményekkel, lakásépítési, vásárlási, felújítási, tehát minden lehetőséget biztosítani kell arra, hogy érezze, aki vállal a gyereket, hogy ő tulajdonképpen, ez még nincs így, de a szándék egyértelmű az, hogy abban az irányba haladjunk, hogy ez így legyen, hogy mindenki jobban járjon, aki gyereket vállal. Süli János kiemelte, a vidéknek fontos, hogy az elnéptelenedés megálljon, ezért kiemelt jelentőségűek a helyben maradást segítő beruházások. Tamási azért nem egy, mert az járási központ közvetlen ilyen veszélynek nem volt kitéve, de azért itt is csökkent a népesség, ugyanúgy, mint Pakson. Hiába jó feltételekkel rendelkező város, de mégiscsak érezhető volt a népesség csökkenés. Ezek az intézmények értelemszerűen mind hozzájárulnak ahhoz, mert akkor a munkavállalási kedv, gyerekvállalási kedv, minden abban az irányba hat, hogy előbb-utóbb ezek az intézkedések beérjenek. Csodálatunk még építették hozzáértő emberek, napról napra erre jártunk, ámélkodó gyerekek. Ez egy 21. századi 350 millió forintból elkészült beruházás, mondta Széles András alpolgármester, mellyel biztosíthatóvá vált, hogy aki a településen bölcsődébe akarja hozni a gyermekét, van szabad kapacitása befogadására. De az az igény, ami jelentkezik, az pedig abból fakad, hogy a város fejlődik, egyre több ember kapunk át, úgyhogy tényleg eddig az volt a gondunk, hogy gyakorlatilag teltházas volt a meglévő 3 csoportszoba, úgy kellett gyakorlatilag minden igényt kielégítően bővítenünk, hogy ne legyen akadály a munkavállalásnak. Nem volt ez mindig így. Tehát a bölcsőde kezdetén ugye először 2 csoporttal kezdtük a mi önkormányzati pályafutásunkat, most ott tartunk, hogy 5, és lehet, mert ugye arról talán az előző adásban beszéltünk, hogy lesz egy iskola beruházás, ami annyiban érinti a jelenlegi intézményegységet is, hogy felszabadulnak majd óvodai csoportszobák, hiszen abból egy újat fogunk építeni. Úgyhogy lehet, hogy majd el kell morfondírozzunk azon, hogy újabb csoportokkal bővítsük, mert ugye a sok-sok összetevő, a családtámogatási rendszer, a pályázati lehetőségek, a növekvő gazdasági potenciál, ez mind-mind azt eredményező, hogy több gyerek lesz, és tényleg nem gördíthetünk akadályt azzal, hogy mondjuk betelnek a férőhelyek. Ahogy miniszter úr is mondta az átadó ünnepségen, na ezért fájjon minden egyes település vezetőnek a feje, hogy ilyen problémákkal kell megküzdeni. Nagyon sok szülő részéről jelentkezett igényként, hogy szeretnének visszaállni a munkába, és a gyereküket elhelyezni egy biztonságos helyre. És ugye nagyon régen a bölcsődének egy pejoratív felhangja volt, mert hogy nem biztos, hogy jó a gyereknek, nem biztos, hogy a szülőnek vissza kell menni dolgozni, ilyenek voltak a múltban, de azt gondolom, hogy az azóta már nagyon nagy mértékben változott a társadalom és a szülők hozzáállása is, egyre többen visszamennek dolgozni, és nagyon nehezen oldják meg a gyermekek elhelyezését. A bölcsőde, én azt gondolom, hogy egy rendkívül biztonságos hely a gyermekeknek, ahol szakemberek között boldogan, vidáman élhetnek. Én azt gondolom, hogy ez az intézmény most minden lehetőséget megad arra, hogy ezeket a céljainkat meg tudjuk valósítani. A területi operatív programból finanszírozott beruházásainknak célja a vidék infrastruktúrája, és ezzel a vidéki Magyarország fejlesztése, mondta Fehérvári Tamás, a Tolnamegyei Közgyűlés elnöke. A top források megítélésében ezek a tényezők a jövőben is kiemelt szerepet kapnak. Alapvető célja mind a kormányzatnak, mind a megyének, mind a településeknek az, hogy az ott élő embereket, a helyben élő embereket megpróbáljuk megfogni. Ott tartani, ahol élnek, ott érezzék jól magukat, ott dolgozzanak, ott járjanak iskolába, ott járjanak óvodába, ott kapjanak képzés lehetőségeket, egyen strandfürdő, és egyéb ilyesmi, ami otthonossá teszi az adott települést. Haladunk ezen az úton, van még mit pótolni, de éppen ezért indul a top 2, amiben szintén számos feladatot meg fogunk tudni oldani, és jelen állás szerint több mint 40 milliárd, 45 milliárd a célösszeg, amit egyelőre a kormányzat megfogalmazott, hogy a top 2-re kíván Tolnamegyének nyújtani.
Az Erdő óvoda és bölcsöde fejlesztésével, az eddig meglévő kapacitás bővítésével további 28 kisgyerek elhelyezése válik majd lehetővé.